Először a Vajdaságban vetítik Magyarországon kívül az 53 magyar film összeállítást. Szeptember 22 és 26-a között Szabadkától Székelykevéig 16 település látja vendégül a Magyar Művészeti Akadémia Sára Sándor kezdeményezésére összeállított filmtörténeti válogatását. Szerdán Szabadkán a Lifka Sándor moziban Szabó István Mefisztóját és Fábri Zoltán Édesannáját vetítették. Majdnem minden olyan film bekerült, ami úgymond a kánonba benne van, amire azt mondjuk, hogy na hát klasszikus magyar film. A szervezők igyekeztek úgy összeállítani a rendezvény programját, hogy a vetített alkotások valamilyen módon igazodjanak az adott települések jellegzetességeihez. Egy Ménesgazda, vagy a Feldobott kő, vagy bizonyos filmek, amelyek a falusi közösség számára talán könnyebben érthetőek, könnyebben be tudnak lépni a film történetébe. Tehát volt egy ilyen felosztás. A szabadkai vetítések közönségét főként középiskolás diákok alkották, akik számára filmalkotó pályázatot is hirdetnek a szervezők, a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, a Magyar Kanizsai Regionális Kreatív Műhely és a KNESA Oktatási és Művelődési Intézet. A fődíj pedig a nyertes alkotók ingyenes részvétele a Média Vé Fényírók Fesztiválján.